A kormány nemzeti konzultációt indít az uniós szankciók ügyében, jelentette be Orbán Viktor a kormányülés után. Joe Biden elnök már a háború előtt az északi áramlat megsemmisítését ígérte, az kétségtelen, hogy valaki felrobbantotta. Tegyenek meg mindent a közösség megerősödéséért, ezt kérte a helyi magyaroktól Novák Katalin Clevelandben. És minden korábbinál több program lesz a kutatók éjszakáján, pénteken és szombaton is várják a tudományok iránt érdeklődőket. Ez a Híradó 7:30-tól az M1-en, Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Nemzeti konzultáció indul a szankciókról, jelentette be Orbán Viktor a kormányülésén hozott döntést. A miniszterelnök azt mondta, az energiaszankciókat Brüsszel ráerőltette a tagállamokra, és azóta az energiaárak az égben vannak. Bár Brüsszelben azt ígérték, hogy a szankciók véget vetnek a háborúnak, és jobban fognak fájni az agresszornak, mint az Európai Unió tagállamainak, nem ez történt. Ma valójában Európa minden polgára szankciós felárat fizet az energiáért, tette hozzá a kormányfő. Orbán Viktor mindenkit arra kért, hogy mondja el a véleményét, mert csak közös fellépéssel lehet véget vetni az energiaárak emelkedésének. Szerda tehát kormányülés, reggel óta ülésezik a kormány, elsősorban az energiaárak kérdésével foglalkozunk. Az energiaszankciókat Brüsszel ráerőltette a tagállamokra, és azóta az energiaárak az égben vannak, jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban. A miniszterelnök bejelentette, a kormány nemzeti konzultációt indít a szankciókról. Brüsszelben azt ígérték, hogy a szankciók véget vetnek a háborúnak, és jobban fognak fájni az agresszornak, mint az Európai Unió tagállamainak. Ehelyett ma valójában Európa minden polgára szankciós felárat fizet az energiáért. A kormány mai ülésén elfogadta a Fidesz frakció kezdeményezését, nemzeti konzultációt indítunk a szankciókról. Mindenkit kérek, hogy mondja el a véleményét, mert csak közös föllépéssel tudunk véget vetni az energiaárak emelkedésének. Arra kérte a két frakció a kormányt, hogy indítson nemzeti konzultációt. Legyen módjuk a magyar embereknek ebben az ügyben is elmondani, hogy mit gondolnak. Ezért kezdeményezték a nemzeti konzultáció indítását, amelynek középpontjában az energiaszankciók állnak majd. Jelentette ki múlt csütörtökön Kocsis Máté, a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője, a kormánypártok közös frakcióülése után. Tudni fogjuk, hogy mit gondolnak a magyarok a szankciókról. A másik, hogy az európai vitákban, azokban a vitákban, amelyek a szankciók, az energiaszankciók megszüntetéséről szólnak majd, vagy a mi szándékaink szerint arról szólnak majd, abban tudunk Európában egyetlenként hivatkozni az európai polgárok, ez esetben a magyar polgárok álláspontjára. Hozzátette, a magyar álláspont világos, és ebben a frakciók is egyetértenek. Az őszi ülésszak alatt azon kell dolgozni, hogy ne legyenek energiaszankciók. Európában elsőként Magyarországon megkérdezzük az emberek véleményét a szankciókról. A magyar kormány Európában elsőként megkérdezi az embereket az Oroszországgal szembeni szankciókról, mondta Orbán Viktor az újabb nemzeti konzultációról hétfőn a napirend előtti felszólalásában a parlamentben. A magyar emberek elmondhatják a véleményüket, egyetértenek-e a szankciókkal, támogatják-e újabb szankciók bevezetését, vagy sem. Arra kérem a magyarokat, mindenki mondja el a véleményét. Mondja el, mert a szankciók minden magyar család életét érintik, és érinteni is fogják. Az állampolgárok véleménye olyannyira eltérne az övéjüktől, hogy ez egyfajta legitimációs válságot okozna. Brüsszelben fel sem merül, hogy megkérdezze az emberek véleményét, mert annak birtokában már nem tudná folytatni a szankciós politikát. Erről Nagy Ervin beszélt a Kossuth Rádióban. A 21. század intézet elemzője szerint ezzel szemben Magyarországon hamarosan nemzeti konzultáció lesz, ahol a magyarok elsőként mondhatják el a véleményüket a szankciókról. Itt olyan fontos kérdésekről van szó, amiben a kormány úgy gondolja, hogy megkérdezi az állampolgárokat, és nyilvánvalóan az a célja, hogyha ezek a kérdések, vagy ezekre a kérdésekre adott válaszok megegyeznek az ő politikájával, akkor ezzel valóban hatékonyabban tud fellépni az Európai Unióban. Retteg a brüsszeli szankciópártok
párti elit a magyar nemzeti konzultációtól. Ugyanis ha a magyar példa ragadós lesz, akkor a teljes szankciós politika összeomolhat. Erről az Origo írt. A portál szerint kutatások igazolják, hogy Nyugat-Európában is megrendült a szankciók támogatottsága, és az emberek egyre inkább aggódnak az EU és a saját országuk gazdasági helyzete miatt. Már az orosz-ukrán háború előtt az északi áramlat végét ígérte az amerikai elnök Joe Biden több mint két héttel az orosz katonai akció előtt egy február 7-i sajtótájékoztatón azt mondta, ha Oroszország inváziót indít, nem lesz többi északi áramlat 2, véget fogunk vetni neki. A hét elején több robbanás is történt az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezetékeken, abban szinte mindenki egyetért, hogy szabotás történhetett. Közben ma a Gazprom bejelentette, leállítja a gázszállítást Ukrajnán keresztül, mire azonnal gyengülni kezdett az euró és vele együtt a forint és a dollárral szemben. Ha Oroszország inváziót indít, tankokkal vagy katonákkal lépi át az ukrán határt, akkor nem lesz tovább északi áramlat, véget vetünk neki. Ezt még februárban az orosz-ukrán háború kitörése előtt mondta egy sajtótájékoztatón Joe Biden. Az Egyesült Államok elnökének fenyegető szavait döbbent csend követte, majd amikor egy újságíró zavarodottan rákérdezett, hogy mégis hogyan, akkor Joe Biden csak annyit felelt, ígérem, képesek leszünk rá. Oroszország február 24-én megtámadta Ukrajnát. Több mint fél évvel később, szeptember 26-án hajnalban pedig nyomáscsökkenést észleltek a Balti-tenger alatt futó, Németországot Oroszországgal összekötő északi áramlat 2-es, majd egy nappal később az északi áramlat 1-es gázvezetéken. A csövekből legalább három helyen tör fel a gáz, van, ahol egy kilométer átmérőjű körben bugyog a víz. Akár hetekig is eltarthat, mire egyáltalán meg tudják közelíteni a helyszíneket. Egyébként dán és svéd szeizmológusok erős robbanásokat regisztráltak a szivárgások közelében. Radek Sikorski volt lengyel külügyminiszter meglepő bejegyzést tett közzé Twitter oldalán, írja a Mandiner. A volt tárcavezető egy a gázszivárgást mutató fotó mellé azt írta, köszönjük USA. A lap szerint a politikus ezzel arra utalt, hogy az északi áramlatok sérüléseihez valamilyen köze lehet az Egyesült Államoknak. Joe Biden külügyminisztere arról beszélt, hogy nem zárható ki a szabotázs lehetősége, de azt is hangsúlyozta, hogy Amerika szívesen segít Európának. Tudomásom szerint a szivárgások nem lesznek jelentős hatással Európa energiaellátó képességére. Az Egyesült Államok nap mint nap azon dolgozik, hogy biztosítsa az energiabiztonságot Európa és az egész világ számára, fogalmazott Antony Blinken. Egyelőre a nyugati országok csak találgatnak, hogy kiállhat a támadás mögött, és jellemzően Oroszországot tartják felelősnek. A moszkvai vezetést is aggasztja az ügy, és sürgős vizsgálatot sürgetnek. A szabotázs után a Gazprom szerdán azt közölte, leállítja az Ukrajnán keresztül folyó gázszállításokat, igaz, ők az ukrán naftogazzal fennálló jogi és elszámolási vitával indokolták a lépést. A Gazprom lépések különösen fáj Európának, ugyanis az északi áramlat 1-es és 2-es vezetékek sérülése mellett az utolsó olyan lehetséges útvonalon is megszűnik a szállítás, amelyen keresztül még orosz gáz érkezett Nyugat-Európába. Ez egy rendkívül aggályos hír. Ha Európa gázellátási problémái nem oldódnak meg rövid időn belül, akkor a kontinens gazdasága a mostaninál is nehezebb helyzetbe kerülhet, mondta Hortai Olivér az M1-en. Az elemző kiemelte, ez azt jelenti, hogy tovább növekedhetnek az árak, romolhat a külkereskedelmi mérleg, és az euró tovább gyengülhet. Azáltal, hogy az északi áramlat gázvezetékek most már úgy tűnik, hogy a következő fűtési időszakban nem állnak majd rendelkezésre, mert megsérültek ezek a vezetékek. Azáltal, hogy az ukrán vezetéken sem érkezik több gáz, a helyzet az egyre romlik, és ennek az Európai Unió gazdaságára és társadalmára nézve is egyre súlyosabb következményei lesznek. Az első jelek már látszanak, az északi áramlat sérülésének és az ukrajnai szállítások leállításának hírére gyorsan és Európa szempontjából negatívan reagált a piac. Ismét kilőtt a gázára, a holland gáztőzsdén szerdán 8%-kal lett drágább a gáz. Rosszul reagált a forint és az euró is, mindkét fizetőeszköz gyengült az amerikai dollárral szemben.
A török áramlat gázvezeték biztonsága kiemelten fontos Magyarország számára, ezt mondta Szijjártó Péter Kazahsztánban a Türk Államok Szervezetének energiaügyi miniszteri ülésén. A külügyminiszter hozzátette, a török áramlat fontosságát felértékelte, hogy a Balti-tenger alatt futó északi áramlat működése nem biztosított, ezért meg kell sokszorozni azokat az erőfeszítéseket, amelyek lehetővé teszik a török áramlat további zavartalan működését. A török áramlaton keresztül érkezik a gázellátásunk mintegy 50-60%-a napi szinten, beleértve a Gazpromtól származó gázt is a hosszú távú megállapodásunknak köszönhetően, és ezen túlmenően a további mennyiségek is, amelyekkel megállapodtunk az oroszokkal. Ez a biztonságos szállítási útvonal lehetővé tette, hogy annyi gázt tudtunk eltárolni a gáztározóinkban, hogy fedezni tudjuk az éves fogyasztás 42%-át. Bejelentette az újabb, immár a 8. szankciós csomag tervét az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen szerint a tervezett intézkedések több milliárd eurónyi bevételtől foszthatják meg Oroszországot. Kapcsolunk Brüsszelbe, tudósítónkhoz, Baracka Eszterhez. Szervusz Eszter, mit tartalmaz ez a 8. csomag? Jó estét kívánok! Az új szankció tervezet vízumtilalommal, illetve vagyonbefagyasztással sújtaná mindazokat, akik valamilyen módon kapcsolatba hozhatók az ukrán szakadár területeken végzett népszavazással. Azokat, akik részt vesznek az orosz hadsereg fegyverekkel, illetve repülőgépekkel történő ellátásában, illetve a részleges mozgósításban, és az orosz propagandagépezet résztvevőit, akik nem feltétlenül kell, hogy orosz állampolgárok legyenek. Emellett importtilalmat rendelnének el bizonyos orosz termékekre, nem ismerjük a részleteket. Úgy általában a bizottság nagyon szűkszavú volt, és kérdésekre nem válaszoltak. Azután ugyanilyen tilalom vonatkozza az Oroszországba irányuló exportra, például katonai, illetve a repülésben használt eszközökre, alkatrészekre, illetve bizonyos vegyi anyagokra. És Európai Uniós állampolgárok nem ülhetnének orosz állami tulajdonú vállalatok vezetőségében, uniós cégek pedig nem végezhetnének szolgáltatásokat orosz cégeknek. És ezen kívül jönne az olaj ársapka is. Itt a G7-es országok döntésével párhuzamosan szeretne az Európai Unió a harmadik országokba történő olajszállítmányokra egy maximált árat megszabni. Ezt ugye az elmúlt hetekben talán az egyik legnagyobb vita az orosz olajra kivetett ársapka terve körül volt. Lehet tudni, hogy ez az ársapka, amit most bejelentettek, ez pontosan mire vonatkozna? Nagyon keveset tudunk, nem válaszolnak a kérdésekre, így aztán annyi bizonyos, amit a nyilatkozatból, illetve a kiadott közleményből tudunk, vagyis, hogy a G7-ek döntése után hasonlóképpen szeretne az Európai Unió is eljárni, és abból indulnak ki, hogy a világ fejlődő országainak még szüksége van az olcsó orosz olajra, de hogy ennek feltétlenül olcsóbbnak kell lennie, mint az egyébként jobb minőségű Brentnek vagy szaudi olajnak, és ezt az árkülönbözetet szeretnék megtartani az ársapkával, amit úgy próbálnának meg valamilyen módon érvényesíteni, hogyha egy ország úgy venne Oroszországtól olajat, hogy az e fölött az ár fölött van, akkor egyszerűen nem szállítanák le neki. És állítólag a szállítók szakmai szervezete, és csak nem valamennyien tömörülnek ebben, ezzel egyetért. Egyébként, ami a többi olajat illeti, ami Európában jön jelen pillanatban, ez december 5-én jelentős mértékben le fog csökkenni, tudjuk, hogy onnantól kezdve lép életbe az olajembargó a tengeri szállításra, kivéve azt a három országot, amelyik vezetéken kapja az orosz importolajat. Csehországról, Szlovákiáról és Magyarországról van szó. Tehát, hogyha ársapkát szabnának ki az Európába irányuló olajra, akkor csak ezt a három országot érinthetné. A bizottság arra a kérdésünkre, hogy vajon érinti-e majd ezeket az országokat, azt mondták, hogy egyelőre erre a kérdésre, mint másra sem nem hajlandok válaszolni. Így aztán csak abból indulhatunk ki, hogy amit hallottunk, az alapján remélhetőleg nem. Baracka Eszter jelentkezett Brüsszelből, köszönjük szépen!
Mindeközben tízezrek tüntettek Prágában a cseh kormány ellen, mert szerintük képtelen megbirkózni az energiaválsággal és a növekvő inflációval. A felszólalók élesen bírálták az Európai Uniót is, elsősorban Brüsszel energiapolitikáját, és elhibázottnak minősítették az orosz-ukrán konfliktushoz való hozzáállását. Többen kifogásolták, hogy a cseh kormány fegyverekkel támogatja Ukrajnát, miközben szerintük elhanyagolja a cseh lakosság érdekeit. Követelték, hogy a kormány állapodjon meg közvetlenül Moszkvával az orosz gáz behozataláról. A szankciók miatt nagy bajban van Szlovákia. Eduard Heger miniszterelnök egy lapinterjúban azt mondta, az ország gazdaságát az összeomlás fenyegeti a megugró áramdíjak miatt. A szlovák kormányfő úgy fogalmazott, a háború miatt bekövetkezett jelentős áremelkedések megölhetik a gazdaságukat, hogyha nem kapnak több milliárd eurós támogatást Brüsszeltől. Heger figyelmeztetett, ennek hiány a szlovák kormány kénytelen lesz államosítani az ország áramellátó infrastruktúráját. Fűtik már a Mohi atomerőmű legújabb harmadik blokkját. A reaktort szeptember elején helyezték üzembe, és október elejére már maximális kapacitással termelhet. Ezzel pedig Szlovákia teljesen önellátóvá válik elektromos áramból. A harmadik blokk beüzemelésével már kiegyensúlyozott energiaellátásunk lesz. Ha pedig elindul a negyedik blokk is, akkor Szlovákia nagyobb mennyiséget tud exportra termelni, magyarázza az erőmű igazgatója. Az atomerőműben előállított áram ráadásul sokkal olcsóbb is, mint az, amit a piacról szerezhet be Szlovákia. A szlovák családok ebből azonban jelenleg semmit nem érzékelnek, sőt, míg egy évvel ezelőtt 70 eurót kellett fizetniük egy megawattóra áramért, mostanra ez 500 euróra nőtt. Hasonló mértékben nőtt a gázára is, sokan kétségbeesve várják az újabb drágulást. Egy közvéleménykutatás szerint a lakosság háromnegyede tart a közelgő téltől. Én nekem ma volt tapasztalatom az első 4 hónapban, januárban, hogy 400 euróval fizettem a gázt holnaponként, és még plusz még a 4 hónapban még 400 eurót még rá fizettem. Pedig spóroltam, ahogy csak tudtam. Úgyhogy sajnos a nyugdíj kevés lesz rá. A kormány pedig csak annyit tud ígérni a szlovák polgároknak, hogy lesz elég gáz és áram télire, de azt már nem tudja megígérni, hogy azt megfizethető áron adja. Januártól ugyanis további áremelkedések várhatók, a legbrutálisabban a távhő drágul. Valószínűleg több, mint 2-szer annyit kell fizetni érte, mint idén. Eduard Heger kormányfő egyenesen azt mondta a Financial Times-nak adott interjújában, hogy a szlovák gazdaságot megöli az energiaválság. Az energiát ugyanis, bár állami cégek termelik meg, már eladták előre kereskedőknek, így azoktól most 5-szörös áron kell visszavásárolni a tőzsdei árak emelkedése miatt. Eduard Heger úgy fogalmazott, ha az ország nem kap több milliárd eurós támogatást Brüsszeltől, akkor kénytelen lesz végrehajtani az ország energiaellátásának államosítását. Elismerte, az uniós szankciós politika jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a villamos energia ára rekordmagasságokba szökött. A válság enyhítésére a parlamenten kívüli Szövetség Magyar Párt javasolta egy energetikai kompenzációs pénzalap létrehozását, valamint az energiára vonatkozó forgalmi adó harmadára csökkentését. A szövetség országos vezetése nem egyszer határozottan fellépett és felszólította a kormányt, hogy az önkormányzatokat ne hagyja magára, és egy konkrét csomagot dolgozzon ki, amivel az önkormányzatok ezeket a megemelkedett rezsiköltségeket képesek lesznek kifizetni. Ez nagyon sok önkormányzatot úgymond a padlóra küldött, nagyon sok önkormányzat nem tudta befejezni vagy elkezdeni a már megnyert pályázatát. A drámaian emelkedő energiaárak pedig magukkal hozták az infláció növekedését is, ami újabb bérkövetelésekhez vezetett, amelyek viszont tovább nehezítik a szlovák kormány helyzetét. Ahogy az várható volt, az Oroszországgal való egyesülés támogatói győztek a kelet-ukrajnai megszállt területeken tartott népszavazáson. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök viccnek nevezte a referendumot, az amerikai külügyminiszter pedig újabb súlyos szankciókat helyezett kilátásba. Vannak, akik szerint az orosz elnök napokon belül bejelentheti a területek Oroszországhoz csatolását. Nem különösebben, válaszolta Andrej az orosz állami tévé riportjában a kérdésre, hogy aggódik-e. A Novoforminszki vállalkozó egyike annak a sok százezer férfinek, aki most kapja meg behívóját az orosz hadseregbe. Őt jó példaként mutatja be hazája médiája, ugyanis a behívóra csak annyit mondott, hogy ha menni kell, hát menni kell.
Mások viszont szinte bármit megtesznek, hogy elkerüljék azt, hogy be kelljen vonulniuk. Nikita Szentpétervárról autózott le a grúz határra, majd miután rájött, hogy túl hosszú a sor, a kocsiját otthagyva állítja, egy teljes napot gyalogolt. Nem voltam katona, mégis kaptam behívót. Egyértelmű, hogy mi lenne velem, ha kikerülnék a frontra, magyarázta, miért döntött a menekülés mellett. A szerencsésebb újoncok a kiképző táborokba kerülnek, de sokan akár egy-két nappal a bevonulás után már a fronton találják magukat. Az orosz hadsereg ugyanis súlyos emberhiánnyal küzd. Az ukrán hadsereg pedig ezt kihasználva sorra foglalja vissza a falvakat. A haderő által közzétett videók tanúsága szerint már közel járnak ahhoz, hogy jelentősebb orosz egységeket zárjanak körül Liman térségében. Keletre pedig már Luhanszk megyében folynak a harcok, vagyis moszkvai értelmezés szerint már orosz területen. A megszállt négy ukrán megyében ugyanis az oroszok szerint sikerrel zárult a referendum, amelyen arra kellett választ adni a terület lakóinak, hogy szeretnének-e csatlakozni Oroszországhoz. Hazugság lenne, ha azt mondanám, nem számítottunk erre az eredményre, mondta Gyenyis Pusilin, a Donyecki szakadárok vezetője, majd együtt ünnepelte az oroszországi kormánypárt két vezető képviselőjével. A hivatalos eredmények szerint ugyanis mind a négy megyében a szavazóknak szinte a 100%-a mondott igent a kérdésre. Oroszországon kívül azonban eddig egyetlen ország sem jelezte, hogy elfogadná a referendumok eredményét jogszerűnek. Oroszország legközelebbi szövetségesei Kazahsztán és Üzbegisztán is kijelentették, hogy nem fogadják el a határok egyoldalú megváltoztatását. Egyoldalú lépéseket, amelyekkel egy idegen ország területének elcsatolását próbálják legitimizálni a népakaratra hivatkozva, nem tekinthetünk jogszerűnek a nemzetközi jog alapján, foglalta össze a nemzetközi közösség véleményét az ENSZ főtitkár helyettese. Orosz sajtóértesülések szerint Vlagyimir Putyin elnök már akár pénteken bejelentheti, hogy a négy ukrán megyét formálisan is Oroszország részének tekinti. Megérkezett Paksra, mint 2 szeptemberi fűtőelem szállítmány, az atomerőmű működése így az ország energiaellátása továbbra is biztosított, ezt mondta Szijjártó Péter a közösségi oldalán megjelent videóban. A külügyminiszter hozzátette, az orosz gyártó légiúton teljesítette a szállítást, a szokásosnál kicsit hosszabb útvonalon a balti és az észak-európai légtér használatával. Magyarországon landolt a szállítmány és elszállították a paksi atomerőműbe, ahol hamarosan ezeket a fűtőelemeket is fel tudják majd használni. Azok vannak biztonságban, akik nagy mennyiségű saját energiaforrással rendelkeznek. Mi magyarok is rendelkezünk ilyen saját energiaforrással a nukleáris energia következtében. A paksi atomerőmű a magyar villamosenergia termelés felét, a villamosenergia ellátás 1/3-át tudja biztosítani. Ugye a nukleáris erőmű, az atomerőmű csak akkor működik, hogyha van nukleáris fűtőelem. Ezért kritikus fontosságú, hogy fűtőelemből mindig megfelelő mennyiségű álljon rendelkezésre. A magyar családpolitikáról, az ehhez kapcsolódó kormányzati intézkedésekről, a támogató és ösztönző lépésekről, valamint a szabad döntés jogáról beszélt Novák Katalin az Ohio állambeli Ferences Egyetemen. A köztársasági elnök ezután Clevelandben megkoszorúzta a Kossuth Lajos szobrát, majd az ott élő magyarokkal is találkozott. Ti valójában szabadok vagytok, és nem kell, hogy hagyjátok magatokat megfélemlíteni, amikor döntést kell hozni, ajánlotta a diákoknak a köztársasági elnök az Ohio állambeli Franciscan University Katolikus Egyetemen az Egyesült Államokbeli látogatásának záró napján. Az előadását követő beszélgetésen a diákok Novák Katalint egyebek mellett a Magyarországot érő nemzetközi támadásokról, az értékek melletti kiállásról, a közép-európai együttműködésről, a keresztény közösségvállalásról, valamint Magyarország-Oroszországhoz fűződő kapcsolatáról kérdezték. Utóbbival kapcsolatban a köztársasági elnök megerősítette, Magyarország álláspontja kristálytiszta, amikor elítéli az orosz agressziót Ukrajnában, az orosz gáz kapcsán pedig megjegyezte, a beszerzett energiahordozókért Magyarország fizet, az nem valamiféle ajándék. Novák Katalin később Cleveland polgármesterével közösen megkoszorúzta a helyi Kossuth Lajos szobrot. A köztársasági elnök az egykori kormányzónak 1852-ben Ohio állam törvényhozásában a demokráciáról tartott előadásából idézett.
Minden a népért és mindent a nép által, semmit a népről a nép mellőzésével. Novák Katalin hangsúlyozta, Magyarország még mindig ezekért az eszmékért és értékekért, valamint a demokráciáért küzd, azért, hogy az emberek dönthessenek arról, miként élnek. Az államfő a clevelandi Szent Imre katolikus templom közösségében részt vett a Görgei Artúr cserkész csapat foglalkozásán, majd beszédet mondott a templom ünnepségén, ahol az amerikai magyar közösség felé azt a kérést fogalmazta meg, tegyenek meg mindent azért, hogy a közösségek ismét megerősödhessenek, ne mondjanak le a fizikai együttlét lehetőségeiről, hiszen ezzel tudják segíteni a fiatalokat abban, hogy az az ajtó, amelyik Magyarországra nyílik, soha ne csukódjon be. Hagyjuk nyitva azt az ajtót, amely a Magyarországra nyit. Hagyjuk nyitva azt az ajtót, amely ott van közöttünk, az itt lévő közösség és Magyarország között. Mi ezt az ajtót kinyitottuk, nyitva, tárva, nyitva tartjuk, és azt kérem, hogy önök se csukják be. Önök is tartsák nyitva ezt az ajtót, hogy ha akarnak, beléphessenek ezen az ajtón, hogyha úgy döntenek, akkor meg nem lépnek majd át a küszöbön. Novák Katalin amerikai útjának utolsó állomásán felidézte, egy héttel korábban New Yorkban az ENSZ közgyűlésén a béke üzenetét képviselte, amikor azt mondta, legalább azokban a szervezetekben, amelyek a béke követeiként jöttek létre, mint az Európai Unió vagy az ENSZ, gondolkodjunk, beszéljünk és tegyünk a békéért. Egy hét múlva lesz a Regőci Alapítvány jótékonysági árverése a COVID-árvák javára. A korábbi államfők hagyományait követve Áder János volt köztársasági elnök és felesége bocsátja aukcióra azokat a tárgyakat, amelyeket külföldi útjaikon, magyarországi találkozóikon kaptak az elmúlt 10 évben. A befolyt összeget a koronavírus járványban árván maradt gyerekek támogatására fordítja az általuk létrehozott alapítvány. Az október 5-i árverésen 222 egyedi különleges tárgy kerül kalapács alá. A tárgyakat szombatig lehet megnézni a Nagyházi Galériában. Vannak nagyon értékes arany, ezüst, márvány, féldrága kőberakásos tárgyak, tehát tényleg kimondottan értékes tárgyak, de vannak inkább izgalmasnak mondható különlegességek is. Különböző árkategóriák is vannak, úgyhogy szerintem mindenki talál a pénztárcájának megfelelő olyan szépséget, amiért érdemes licitálni. Magyarország és Törökország tovább erősíti a kétoldalú kapcsolatait, erről az országgyűlés elnöke beszélt, miután fogadta a török parlament a nagy nemzetgyűlés elnökét. Kövér László elmondta, egyebek mellett áttekintették az orosz-ukrán háború okozta védelmi és gazdasági kérdéseket is. A házelnök hangsúlyozta, Magyarország elismeréssel tekint arra a stabilizáló, támogató szerepre, amit Törökország az Európai Unióval szemben betölt. Gondoljunk a migrációs kérdés kezelésére, vagy éppenséggel arra a szerepre, amit most az energetikai biztonságunk szolgálatában magára vállal. És nem utolsó sorban megemlítendő itt, hogy Törökország szerepvállalása jelentős mértékben hozzájárult, hogy egy humanitárius katasztrófát a világban, ami az élelmiszer hiányot okozott volna, azt annak az esélyét legalábbis csökkentsük. Óriási az érdeklődés a hatósági áras tűzifa iránt. Jelenleg 800 brigád, több mint 3000 fakitermelő és csaknem 1000 erdészeti munkagép dolgozik az igények mielőbbi teljesítésén. Az ország legnagyobb részén már elkezdődtek a szállítások is. Az agrárminiszter azt mondta, mindenki hozzá fog jutni a tűzifához. Tele van tűzifával Király Imre kamrája, 2 köbmétert vásárolt térre, eddig kizárólag gázzal fűtött, most azonban spórolni szeretne, ezért döntött a kiegészítő megoldás mellett. Tudjuk, hogy milyen válságban élünk, mi folyik itt körülöttünk, sajnos ez nagy kárt okozott, nem csak nekem, minden családnak. Ezért igyekeztem arra, hogy a gáz számlát csökkentsük, hogy a 144 köbmétert ne lépjen túl, ezért igyekeztem tűzifát vásárolni. A szombathelyi erdészet igazgatója azt mutatja, hogy mennyi egy erdei köbméter tűzifa. A valós köbméternél lényegesen nagyobb, ugyanis beleszámítják a fa formája miatt adódó hézagokat is. Egy erdei köbméter légszáraz fűtésre alkalmas fasúlya, így 800 kg körül van. Ennek 10-szeresét vásárolhatják meg hatósági áron az emberek, ami egy 100-150 négyzetméteres családi ház fűtését egész térre megoldja.
Szombathelyen az elmúlt időszakban 4-szer annyi tűzifát igényeltek, mint amennyit korábban szoktak. Úgy látjuk, hogy akik nálunk befizetnek, vagy a nagy részének legalábbis, nem a konkrét idei évre szóló fűtés igény kielégítése a problémája, hanem inkább tartalékolni szeretnének a jövő évre. Természetesen vannak olyanok is, akik most kezdenek majd tűzifával tüzelni, de elsősorban a tartalékolás az, ami most jellemző. Az állami erdőgazdaságok az igényeket folyamatosan rögzítik, és megnövelt kapacitással dolgoznak a lakosság kiszolgálásán. Nagy István agrárminiszter az Eger erdőnél tájékozódott a munkákról. Itt a többi erdőgazdasághoz hasonlóan folyamatosan dolgoznak azért, hogy minél hamarabb eleget tegyenek az igényeknek. A tűzifa programot az energiaveszélyhelyzet megoldása érdekében indította a kormány. Országszerte 152 ponton lehet személyesen, telefonon és e-mailben igényelni a hatósági áras tűzifát, amelynek erdei köbmétere így több ezer forinttal olcsóbb a piaci árnál. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a társaságok minden megkeresést fel fognak dolgozni, és a lehetőségekhez képest mielőbb válaszolni fognak az érdeklődésre. Jelenleg 800 brigád, több mint 3000 fakitermelő és csaknem 1000 erdészeti munkagép dolgozik az igények mielőbbi teljesítésén. Az ország legnagyobb részén már elkezdődtek a szállítások is. Az agrárminiszter hangsúlyozta, a fűtési időszakra elegendő, fenntartható gazdálkodásból származó tűzifa áll az ország rendelkezésére, így az idei térre mindenki, aki fával fűt, hozzá fog jutni a tűzifához. Az európai gazdaságot a visszaesés felé terelő uniós szankciók hazai támogatóiról ír az Origó. Az internetes portál szerint a magyar baloldal továbbra is kiáll a büntető intézkedések mellett, ezzel elárulva saját szavazóikat is, hiszen a magyarok többsége nem támogatja a szankciókat. A magyar kormány az a rossz oldalon áll ebben a konfliktusban, és a szankciókat csak nagyon nehezen sikerült keresztül vinni, de azért örülök annak, hogy létrejött a szankciós csomag. Az uniós szankciós politika mellett állt ki Karácsony Gergely egy augusztusban kiszivárgott videóban, amelyben a főpolgármester azt hitte, hogy a kijevi kollégájával beszél, de valójában egy Álvitali Klicskónak a kérdéseire válaszolt. Ha lesznek további szankciók, akkor az Európai Unió nagy nyomásra fogja helyezni a kormányt, és mivel éppen a magyar kormány is rámonszorul az Európai Uniós források megszerzése miatt az Európai Unió támogatására, és van egy vita Magyarország ugyanúgysen és a jogállami mechanizmus miatt el vannak függesztve a források, azért vannak eszközei a bizottságnak és az Európai Uniónak, hogy jobb belátásra bírja a magyar kormány. A magyar baloldal egyértelműen azoknak a szankcióknak az oldalán áll, amelyek súlyos nehézségeket okoznak egész Európának és Magyarországnak is. Ezt már számtalan alkalommal bizonyították, írja az Origó. A cikk szerzője szerint további szankciókat követelnek annak ellenére, hogy a büntető intézkedések láthatóan nem rengették meg Oroszországot. Európának azonban sokat ártottak, az energiaválság és az infláció következményeit pedig a magyar emberek is megérzik. Azok a szankciók, amelyek érdemben meggyengítik Putyint és szűkítik a mozgásterét, az rövid távon is hatni fog rá. A portál cikke szerint a demokratikus koalíció a kezdetektől kiáll a szankciók mellett. Nagyon határozott és kemény szankciókkal lehet megállt parancsolni Oroszországnak. Dobrev Klára már a háború kitörésekor arról beszélt, hogy azok hatásosak lehetnek Putyinnal szemben. Gyertek, még többen, gyertek! Donát Annát idézve az Origó emlékeztet, hogy a Momentum EP képviselője szerint a háborúra adott uniós reakció, a kivetett szankciók azonban minden mértékadó elemzés szerint működnek és összeroppanthatják az orosz gazdaságot. A Momentum, a Párbeszéd, az MSZP, a Jobbik és a DK, vagyis a magyar baloldal nem csak a háború oldalán áll, hanem a szankciók oldalán is áll. Hibát követel a magyar baloldal, amikor a szankciók oldalán áll, mert a háború és a szankciók ártanak a magyaroknak. Erről beszélt Orbán Viktor hétfőn a parlamentben. A miniszterelnök a napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a bevezetett szankciók Európának is óriási károkat okoznak. A háború óta, tehát fél év alatt, Oroszország 158 milliárd euró bevételre tett szert a megemelt energiaexportból. Ez fél év alatt több, mint Oroszország 21-es teljes éves exportbevétele. Ráadásul ennek a pénznek a felét, 85 milliárd eurót az Európai Unió országai fizették ki. Hozzátette, a szankciók következtében az európai emberek szegényebbek lettek.
Oroszország pedig nem esett térdre. Ez a fegyver visszafelé sült el, a szankciókkal Európa lábon lőtte önmagát. Az Origo azt írta, mindezzel a magyarok túlnyomó többsége is egyetért. A századvég szeptember elején készült felmérése szerint a megkérdezettek 72%-a Európára és Magyarországra nézve összességében inkább károsnak tartja az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok által eddig bevezetett Oroszországot érintő szankciókat. Az, hogy termelőüzemek szűnnek meg, vagy települnek át, ez már megkezdődött. Az aggasztó jelek ellenére az Európai Bizottság nem vizsgálja felül, hogy a szankciók mennyire váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, hanem egy újabb intézkedéscsomagot készít elő. Erről beszélt Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője az M1-en. A bizottság elnöke még a nem régebben elhangzott unió helyzetét értékelő beszédében is azt mondta, hogy a szankciós politika az folytatódik, és további szankciós javaslatok egyébként akár napirendre is vannak. Hangsúlyozta, Magyarország ezzel szemben kiáll az álláspontja mellett, hogy az elhibázott uniós szankciós politikát be kell fejezni. A megszorításokat támogatta már a 2015-i Gyurcsány korszakban is Varjó László, akit Gyurcsány Ferenc felesége most energia- és rezsiügyi árnyékminiszternek nevezett ki, erről írt az Origo. A portál hozzáteszi, a DK régi tagja a Gyurcsány kormány idején megszavazta a parlamentben az egészségügyi dolgozók egy havi bérének elvonását, a közelmúltban pedig helytelennek és rossznak nevezte a hatósági árakat. Pontosan tudja, hogy hogyan néz ki a kormányzás, és pontosan tudja, hogy milyen feladatokra számíthat. Nem szakértői, hanem politikusokból álló árnyékkormány felállítását jelentette be egy hetet Dobrev Klára. Gyurcsány Ferenc felesége, a 2010 előtti megszorításokat is támogató Varjú László, energia- és rezsiügyi árnyékminiszterről pedig baráti hangon szólt. Varjú Laci kitűnő közgazdász, és gazdaságpolitikus. Azt mondta, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egykori államtitkára fogja majd felszámolni a világban is egyre erősödő energiaválság magyarországi hatásait. Varjú László feladata lesz, hogy megmutassa, hogy hogyan fogjuk tudni elérni Magyarország energiafüggetlenségét, hogyan fogjuk csökkenteni az orosz gáztól való függőségünket. Az Origo most arra emlékeztet, Varjú László 2008 és 2010 között a Gyurcsány kormány tagjaként a pénzügyi válságra hivatkozva szüntette meg a 13. havi bért. Nem kell félni, nem fog fájni. A lap arra mutat rá, hogy az emberek megsarcolására építő egykori balliberális gazdaságpolitika hű támogatójaként Varjú László a jövőben is ugyanazt a szemléletet képviselné, mint 12 évvel ezelőtt. Idén januárban ugyanis helytelen és rossz beavatkozási módszernek nevezte az Orbán kormány által bevezetett hatósági árakat. Hát önmagában a Fidesz is úgy tervezi, hogy ez megszűnik, ez az ár maximalizálás, a hatósági ár bevezetése. Amúgy is egyébként ez a versenypiaci körülmények között ez helytelen és rossz beavatkozási módszer. Varjú László egy alkalommal a Multik védelmére is kelt a Heti TV egyik műsorában, ahol a benzinástopról és az extra profitról volt szó. Nem adót fog fizetni, hanem elvonásokat csinálnak, de én azt gondolom, hogy inkább lehetne olcsóbb a benzin, és egyébként nem kellene elvonni semmit ezektől a vállalatoktól, mi nem értünk egyet. A DK árnyékminiszterének korábbi állításával ellentétben a Fidesz egyáltalán nem szüntette meg az embereket védő hatósági árakat, emlékeztet rá az Origo. A rezsicsökkentést is az átlagfogyasztás szintjéig megvédjük és fenntartjuk. A kormány jelentős támogatást ad azzal, hogy továbbra sem kell piaci árat fizetni a gázért és az áramért sem, jelentette be szeptember közepén Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón arról is beszélt, jelenleg 150-180 ezer forinttal fizetnek kevesebbet a piaci árnál a családok havonta. Ugyanakkor megjegyezte, ha az Európai Unió az energetikai szankciók kivezetéséről döntene, már másnap felére csökkenne a gáz és a kőolaj ára. Tiltott kampányfinanszírozás, mennyit kaptatok az amerikai Júdás pénzből? Ezzel a feliratú Molinóval várták a Fidelitas tagjai a fővárosi közgyűlés reggeli ülés előtt Karácsony Gergely főpolgármestert. A baloldal volt miniszterelnök jelöltje Márkizai Péter korábban elismerte, a választási kampányban és még utána is több 100 millió forintot kapott a Mindenki Magyarország a mozgalom az Egyesült Államokból. A kormánypártok múlt héten kezdeményezték a Nemzetbiztonsági Bizottság összehívását az ügyben, a rendőrség pedig sikkasztott és pénzmosás gyanújával indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.
A DK határozati javaslatban kéri az országgyűlést, hogy ratifikálja Svédország és Finnország NATO tagságát. Vadai Ágnes azt mondta, Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt a két északi ország úgy döntött, hogy csatlakozni szeretne a szervezethez. Július elején mind a 30 NATO tagállam, köztük Magyarország is támogatta a két északi ország csatlakozását. Ez azonban még kevés ahhoz, hogy valóban csatlakozhassanak a NATO-hoz, a tagállamok parlamentjének is jóvá kell ezt hagyniuk. Az LMP szerint a Debrecenbe tervezett akkumulátorgyár a város elsivatagosodásához vezetne. Ungár Péter bírálta, hogy a helyi lakosság véleményét nem kérték ki az ügyben, ezért pártjuk helyi népszavazást kezdeményez. Az ilyen akkumulátorgyár hatalmas vízigénnyel rendelkezik, és egy súlyos aszályos időszakban, ami a klímaváltozás miatt Magyarországon egyre gyakoribb lesz, nem tudjuk ezt a vizet elpazarolni. A Mi Hazánk elrettentő ítéleteket sürget az állatkínzókra. Csoth Károly a párt szakpolitikusa szerint az állatkínzás felszámolása csökkenteni az emberek ellen elkövetett bűnösetek kockázatát is. A Mi Hazánk felszólítja a bíróságokat és az ügyészségeket, hogy az állatkínzással vádolt elkövetőkkel szembeni szigorúbb büntetési tételek kiszabását gyakorolják az ítélethozatalok során. Kerüljenek végre évekre rácsok mögé az állatkínzást elkövetők. Továbbra sem enyhül a migrációs nyomás a déli határon. Szabadkán és környékén négyszeres kapacitással üzemelnek a befogadó táborok. A magyar határon is folyamatosan óriási a nyomás, egyetlen nap alatt több mint 1300 próbálkozás történt. Kabátban, kapucnis melegítőben, de gyakran mezítláb, csak papucsban sétálnak a migránsok Szabadkán. Már nem csak a táborok környékén, hanem az egész városban lehet találkozni az idegenekkel. Kerítésen száradó ruhák és szemét, amerre a szem ellát, sokan sátrat vertek a kijelölt szálláshely területén, mert annyian vannak, hogy az épületben már nem férnek el. Azonban már nem sokáig, hiszen új épület szárnyal bővül a befogadó központ. Folyamatban van a szabadkai befogadóközpontban egy új épületszárny felépítése, hiszen a hűvös hideg idő beálltával el fogják bontani minden valószínűség szerint az udvarban található sátrakat, és az új épületben helyezik majd el a migránsokat. Egyébként továbbra is kapacitáson felül gyakorlatilag négyszeres kapacitással üzemel a szabadkai befogadóközpont. Innen mindenki Nyugat-Európába szeretne eljutni, az érkezők között nagyon sokan afgánok. Afganisztánban gondok vannak, a családom ott maradt Afganisztánban, nagyon nagy ott a probléma. Én Franciaországba megyek dolgozni, szeretnék és pénzt küldeni a családomnak, mondta ez a migráns. Közben Szabadka külvárosában a nyári halálos lövöldözés után elhíresült maghetesi erdő közelében sem csitul a helyzet. Továbbra is tömegesen vonulnak a migránsok, ami teljesen felforgatta a vajdasági lakók életét. Sokan már aludni sem tudnak miattuk. Éjjel is, még tegnap előtt éjjel is megállás nélkül. És a csoportok nagyok, óriásiak, 70-80 fős csoportokkal jönnek. Olyant is hallottunk, hogy valamilyen szállásokat a központból zártak be, akkor mindig megnövekedik. A magyar határon is folyamatos a mozgás, csak kedden több mint 1300 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök, többségük Szerbia felől érkezett. A legtöbb intézkedés Csongrád Csanád megyében történt. A riposzt arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézkedés alávont migránsok között vannak olyanok, akik szinte hivatásszerűen közlekednek a határ két oldala között. Magyarország felé mindig új csoportot segítenek át, Szerbiába viszont már a magyar rendőrökkel vitetik vissza magukat. Ezen a hétvégén lesz a kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton országszerte minden eddiginél több mint egy 2500 program várja a tudomány iránt érdeklődőket. A két nap alatt mintegy 100 000 résztvevőre számítanak a szervezők, a programok ingyenesek, de van, amire regisztrálni kell. Alkatrész simogatás, lézersarok és virtuális laborlátogatás. Ezek a programok várják azokat, akik Szeged egyik kutatólaborját választják a hétvégén. Elég sok félig meddig játékos bemutató is lesz, egy sereg eszközt láthatnak, nagyon sok mindent kipróbálhatnak, hozzá lehet nyúlni, el fognak hangzani
olyan előadások, amelyek ugyancsak a nagy közönségnek szólnak, de témájuk komoly. Kedves hallgatók, a mai napon elkészítjük azokat a kísérleteket, amelyeket majd pénteken a kutatók éjszakáján fogunk megcsinálni. Ez pedig már a Pécsi Tudományegyetem kaposvári egészségügyi kara. Elefántfokrémet állítanak elő a hallgatók a kémiai kísérletben. Ehhez hasonló tudományos és látványos feladatokkal, bemutatókkal, előadásokkal készülnek a kutatók éjszakájára, immár 8. alkalommal. Nagyon fontosnak tartjuk, nem csak egészségmegelőzés szempontjából, hanem maga az is, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy egy kémia nem csak unalmas lehet, hanem lehet nagyon sokfajta és színes program, akár kémia óra keretein belül is, illetve hogy az embereknek megmutassuk azt az oldalt is, hogy az egészségtudomány lehet egy kicsit másként is. A fővárosban is számos programmal készülnek a hétvégére. Az Álmok Álmodói kiállításon például akár azzal is meg lehet ismerkedni, hogy milyen egy érszűkületműtét. Idén ugyanis újra személyesen vehetnek részt az érdeklődők a kétnapos rendezvényen. Az idei évben minden eddiginél szélesebb lesz a program kínálat. Nagyon fontos, hogy megmutassak a kutatót a társadalomnak. Egyrészt ez kicsikét misztikus, kik ezek a kutatók, kik ezek az innovátorok, hogy lássák az emberek, hogy ők is közülünk valók, ők is ugyanan emberek, mint mi. Országszerte csaknem 500 településen több mint 2500 programmal várják az érdeklődőket péntek este és szombaton. A program célja a kutatások bemutatása és a tudományos karrier népszerűsítése. György László államtitkár azt mondta, a kutatók éjszakája azért is fontos, mert az élmények meghatározzák azt, hogy mi lesz belőlünk. Azt reméljük a kutatók éjszakájától, hogy meg fogjuk tudni mutatni a fiataljainknak, a felfedezések iránt érdeklődőknek, és reményem szerint azoknak is, akik majd ezután fognak a felfedezések iránt érdeklődni, hogy mi magyarok miben vagyunk jók, és mi az, amihez ők tudnak csatlakozni. Magyarország legjelentősebb tudományos fesztiválján szeptember 30-án és október 1-én több mint 170 intézményben csak nem 260 helyszínen várják a tudomány iránt érdeklődőket. Jövő héten rendezik meg Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi kortárs képzőművészeti vásárát, az Art Marketet Budapesten. Október 6-a és 9-e között mintegy 30 országból csaknem 120 kiállító mutatja be alkotását. A vásárhoz számos kiegészítő esemény is kapcsolódik, így például az Inside Art nemzetközi művészeti és műtárgypiaci konferencia. Jakab Zsófia elmondta, az esemény jelentősen hozzájárul az ország imázs építéséhez is. Egy ilyen esemény kiemelt fontosságú tud lenni a városunk életébe, hiszen más célcsoportot tud megszólítani. Ezen kívül egyébként a dizájn és a turizmus, valamint a művészetnek a kapcsolata abban is látszik, hogy egy trendvezérelt ágazatról beszélünk, tehát hogy mind a digitalizáció, mind a fenntarthatóság egy olyan kulcsszó az életünkbe, ami meghatározza és alapvető irányokat ad az ágban. A tervezéshez és működéshez is nélkülözhetetlen adatokat kérhet le minden hazai szálláshely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ megújult felületén. Az iránytű 45 ezer szálláshelynek nyújt információkat a működéshez, valamint szolgáltatásaik tervezéséhez. A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint a rendszer erősítheti a szolgáltatók versenyképességét. Tehát a nyár az nagyon jól sikerült. Elégedettek a nyári foglalások számával és az árbevétellel is ebben az Alsópáhoki hotelben. Köszönöm egy igazolványt. Bár az itt dolgozók azt tapasztalják, hogy változtak a foglalási szokások, sokan csak a kitűzött pihenés előtt pár nappal foglalnak szállást. Már az őszi-téli időszakra is gőzerővel készülnek. Fölfelé tudnak jönni. A szálláshelyek még sikeresebb működését segíti majd elő mostantól a Magyar Turisztikai Ügynökség legújabb digitális fejlesztése. Ezentúl több adatot érhetnek el a szállodák, panziók a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ rendszerében. A turisztikai döntéshozóknak egy komoly információ mennyisége szolgál, hiszen lényegében az összes kereskedelmi szálláshely ma már Magyarországon ennek a rendszernek adatokat szolgáltat, így a kereskedelmi szálláshelyek a saját kategóriájukban, de akár más kategóriában, régiójukban, kiemelt településeken a saját teljesítményeket össze tudják hasonlítani más vállalkozások teljesítményeivel. A fejlesztés 45 ezer szálláshely szolgáltatónak nyújt információkat a működéshez és szolgáltatásaik tervezéséhez. A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint a rendszer erősítheti a szolgáltatók versenyképességét.
A szakma történeti pillanatnak nevezte a platform megnyitását. Mostantól a szálláshely szolgáltatók sokkal szélesebb adatkört láthatnak a felületen belül. Tehát ez segíti az ő döntéshozatalukat, akár a stratégiaalkotásban, akár most a nehezebb időszakban, az újragondolásban. A marketing eszközöknél rengeteg lehetőséget biztosít. Az Európában is egyedülálló anonim adatbázist még 2019-ben hozta létre a Magyar Turisztikai Ügynökség. Már az ország valamennyi szálláshelyének turizmus statisztikai adatai egyszerre valós időben láthatóak. A fejlesztésnek köszönhetően ezentúl már az előfoglalási adatok, a vendégforgalmi és a küldőpiaci információk is lekérdezhetők.